Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Dying Light 14. epizódja. Nem húzom az időt, mert láthatjátok, hogy lassan beesteredik, úgyhogy visszavisszük a csomagot Ryannek, majd visszamegyünk az Excaliburnak a lelőhelyére, ugyanis ott felejtettem szégyen szemre a blueprintjét, és kérdeztétek páram, hogy mennyibe kerül létrehozni ezt az állatkardot, úgyhogy mindenféleképpen megszerezzük a blueprintet. Elnézést, hogy elfelejtettem, én úgy emlékeztem, hogy miután felszedtem, azonnal tudtam a receptjét, de ezek szerint kell hozzá külön a blueprint. Bocsánat, tévedtem. Viszont van valami, ami már nagyon régóta hiányzott a repertoárunkból, mégpedig a grappling hook, amit nagyon-nagyon gyorsan be fogunk ide tenni. A flare-t pedig, pillanat, a molotov helyére. Kicsit rendezgetünk, mert ez így nem okés. Flare molotov. És akkor a... Oké, és akkor a balta helyére pedig mehet a... Így, úgy tökéletes. Na most vagyunk királyok. Láthatjátok, hogy megjelent egy másodlagos célkereszt. Ez azt mutatja, hogy hova lehet a hookkal oda kapni. És így már is úgy mozgunk, mint Spider-Man a falon. Ez egy hatalmas segítség egyébként a játékba. Oda lent van. Oké, lefelé kell mennünk. És mindjárt meg is látjátok, hogy miért. Abban a pillanatban, mint leesnénk, vissza lehet kapni magunkat. És nem csak egyszer, hanem kétszer. Láthatjátok a bal alsó sarokban, hogy a horognak van egy kis újratöltési ideje, de kétszer is el lehet sütni, még mielőtt teljesen újra töltődne. Viszont a második elsütést, mindjárt megmutatom, mire gondolok, már egy hosszabb vörös cooldown. Balhé van, bronzban, gyerekek. Jesus. Oké. Okay. Jó, ujj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 j
Add el. Oké. Hűha, hűha. Megdobáltak. Na, ki van még itt? Na gyere haver, 1v1. Gyere, fagyas. What? Oké, nem engedte a leszúrásos történetet. Hoppá, várj, ez nem is 1v1 van, basszus. Na, még egyszer. Nem engedi a izét, a leszúrást. Ez érdekes. Na, toljunk be egy medikitet? Mi ez a bandázs a fejeden, öcsém? Aha, persze. Aha, persze, persze. Majd a kis pöcköddel kivéded a macsetét, mi? Hogyne. Na, ezért nem szeretek emberi ellenfelek ellen harcolni. Millivel. Na, szóval. Mint ahogy azt elkezdtem magyarázni, ugye láthatjátok, hogy a Hulknak... ben vagyok a izébe, szép zomba. Tehát a Hulknak van egy újratöltési ideje. Gyerünk már, Crane, másszál ki. Oké, és hogyha ellövitek kétszer egymás után, akkor láthatjátok, hogy a második töltés az piros, és sokkal-sokkal lassabban tölt be. Amíg a piros betöltés alatt áll a Hook, addig fönnáll az esélye, hogy elszakad. Tehát fölrántani még föl fogjátok tudni magatokat elvileg, de el fog szakadni, és utána vissza kell menni, és újat kell kérni az illetékestől, aki jelen esetben a Quartermaster. Na! Ryan? Ryan, it's me. I got your stuff. Open up! Oh, thanks. They were just about to torch this place. Okay. Who were those guys? Competitors. There's no more phenyl nitrate left in Harran, so... Okay, tehát ki akarták fosztani, és át akarták venni az ízletét. Here's something a little extra for coming through for me. Guess this is gonna be my last batch. Pleasure doing business with you. You know, take some advice. After you finish your deal with Rice, why don't you go somewhere else? Don't stay here. Way ahead of you, pal. Yeah, no, I don't think you are. Yeah. Dying Launch. Talk to Irvine. Ez milyen küldetés? Ó, ez Tolga és Fatimerton. Ó, igen, tudjátok, ez volt az a küldi, amikor ki kellett lőni shotgunnel egy csomó zombit, hogy föl tudja venni a csávó videóra, és ezért kaptunk XP-t. Ez egy jó kis küldetés, ezt meg fogjuk csinálni, de előtte, mint mondtam, szeretnék visszamenni
a kicsi szigetünkre ide. És ja, este fogjuk szerintem ezt csinálni, mert úgy izgalmasabb. És egy amolyan kis büntetésnek szánom ezt saját magamnak, mert elfelejtettem fölvenni elsőre. Hello. Elfelejtettem fölvenni elsőre a blueprintet. Nem lehet fölmászni? Én úgy emlékszem, föl lehet. Hát a volatile ez most úgy látszik, meg akarok minket várni. De én nem akarok vele partizni most. Ahhoz túlságosan is este van. Egy kicsit kerülünk egy picikét. Oké, kapunk egy csomó minden cuccot. Azt hiszem itt fogunk kimenni. Van egy korrekt macseténk még, mindig... hogyha esetleg valami problémába ütköznénk, de most jobb lenne nem konfrontálódni. Csak szépen eljutni oda, hova indultunk. Kimegyünk teljesen a partig. Oh shit me. Frányajár drop. Hook egyébként lefelé is működik, tehát ha túl magasról estek, akkor lefelé is ránthatjátok magatokat. És ezzel... ezzel meggátoljátok, hogy megsérüljetek a zuhanástól. Van-e itt még valami? Hopp, egy blueprint. Dentist. Ó, ez jól hangzik. Milyen modifikáció lehet az, amit úgy hívnak, hogy fogorvos. Oh shit. Oké. No problem. Föl a hútra. Imádom ezt a Spider-Man cuccost. Nem tudom, milyen fizikai alapirányok, alapelvek által működik ez a grappling hook, de király. Merre? Oda föl. Azt a betöltést már meg se várjuk, csak... Oh! Igen, ez már mappán kívül lett volna, úgy látszik. Itt van balra tőlünk egy voli. Ojoj. Oké, semmi gond, még jók vagyunk. Az a volatile odalent van. Hova esett? Az a kék fény, az safe zone, vagy airdrop? Ezt kéne kiderítenünk. Nem láttam, hogy hova esik, csak a fényét. Ott van. Oké, ez az airdropunk lesz. Ott is van, mind a kettő. Zsír. Hú! Kérünk Spider-Man. Ajaj. Volatile, csak ne erre fordulj, please. Ah, fuck, de elfordult. Jó. A flare-rel sikerült egy kicsit elterelnünk. Bőven elég idő ahhoz, hogy felszedjük a cuccost, és elhúzzunk innen a bűnbe. Emléletileg a hookra van egy gyors gomb is, de azt elfelejtettem, hogy melyik, úgyhogy azt majd meg kell néznem. Shit! Wow! Majdnem ráestünk pont egy volira. Oké, most kikerüljük, őt is kikerüljük. Nice! Ouch! Az itt egy kis safe zone. Ouch, itt beugrunk egy picikét. Nem volt itt egészen véletlenül egy bolt valahol. Na mindegy. Majd. Utólag eljönünk ide megint. Azt a volatályt kikerüljük. Upsi. Na, egész nyugodt a környék. Hopp, és itt van a hirtelen megjelent alkalmi bolt. A C-vel egyébként menet közben el lehet engedni a hookot, így leestek ott, ahol vagytok helyben. Ne felejtjétek, a lendületet nem tartja meg a karakter, tehát ott, abban a helyben, ahol megnyomjátok a C-t, leestek. Hello. Ó, ez knife-nak számít, nem is macsetének. Kukri knife. És itt van egy double barrel shotgun, az sem egy rossz. A kukri knife-on elgondolkodtam, bár nem túl jó. Nem túl erős. De a durability-je meg a handling-je az kiváló. Egyelőre még hanyagoljuk. Van még itt egy narancsárga tantunk. Az bőven megteszi. Jó, többit megtartjuk. Egyelőre azt is megtartjuk. Szia! Megyünk tovább. Okay. Remélem az odalent is marad, nem jön föl. Hát akkor nem kéne ráesni arra a fa alkatrészre ilyen magasról, mert össze-vissza omlik alattunk. Imádom ezt. Egyszerűen zseniális. Na,
Most nem sikerült kiugrani, Crane, ezt próbáljuk meg még egyszer. Nem feltétlenül kell megvárni, hogy a másodlagos kurzor ráugorjon a megfelelő helyre. Egyszerűen elég, ha rácéloztok abban, be akarjátok akasztani a dolgokat, és ennyi. Kis bónusz XP, mindig jó. És itt vagyunk egy szézomba. Szerintem leadjuk a Spike-nál a airdroppokat, így is van. Akkor kapunk még egy kis XP, 11 000, hát még egy kis XP, ugye. Ugye érdemes őket meglátogatni elég gyakran, mert látjátok, hogy kaptok tőlük cuccokat. Egy újabb level up-unk van, nézzük, hogy mit kaptunk. Skill, Survivor rank. What is that? Specialist. Várj, micsoda? Learn how to use weapon blueprints more effectively. Ó, még több kritet tolunk, ez jó. És ez? Camouflage attack. Ó, ez a csendes kivégzés. Oké. Okay. Több kritikál vagy csendes kivégzés? Mivel a kamuflást nem túl sokszor használom, ezért maradjunk egyelőre a több kritikálnál. Aztán majd rámegyünk a csendes kivégzésre, és szükségem is lesz rá. Volt olyan küldetés, ahol nagyon sokat használtam. De inkább emberi célpontok ellen, mint zombik ellen, sajnos. Na, nem egészen így akartam, de ez is megteszi. Szép volt, Crane. A fenét csinálsz. Kapd el! Na, ezt akartam elsőre is. Szép! És leestünk. Zsír. Na, kezdek hozzászokni újra. Hol vannak a pici zombik? Au. Látjátok, hogy ilyen kevés zombi van az utcán? Volatile-ből rengeteg van. Te láthatjátok, hogy az... Könnyű őket kijátszani, ha nem tudjátok fel magatokra a figyelmet. Azaz. Csöpögjön az az XP. Nagyon jó. Shit. Most miért csúsztál be, Crane? Amúgy egyébként úgy mellékesen megkérdem. Vigyázzatok, hogyha kilövitek ezt a csákját, akkor ne nagyon célozzatok falon, akadályon keresztül, mert előfordulhat, hogy fönnakadtok benne. Úti médium. És hát ugye akkor értelemszerűen droppol a karakter. És ha pont a volatile ölébe pottyantok, akkor nem fog titeket elkapni, mint egy hercegnőt, azt garantálom. Máshogy fog titeket elkapni, de annak meg nem fogtok örülni. Oké. Okay. Tésztük. Shit. Night survived. Ránk hajnalodott? Jó. Oké. Okay. Majd ték itt. Ez az. Én azt hittem, hogy még bőven este van. Na jó van. Túléltük még hozzá unnoticed, tehát nem is vettek minket észre volatile-ok teljes mértékben. Áó. Hú! Az lepördük. Most már el is kerültük a helyet, ahova menni akartam, úgyhogy most futunk vissza egy kicsit. Bocsánat. Elkalandoztam. Az igen! One hit kill. De sokan vagytok. Öljünk egy kicsit. Gyertek. Az elsőben fönnakadt, a második meg elkapott. Ez ilyen. Jó, ott maradsz, csibe. Nem játszunk ilyesmit. Ronin papa túl van egy éjszakás műszakon, játékban is, meg életben is, úgyhogy tessék szépen békén hagyni. Ott egy alga. Hello! Maradjál szépen a földön, kérlek, most ne robbanj föl, köszönöm szépen. Ajaj! Te gyűlölöm ezt! Találd már ki, hogy nem lehet levágni a fejedet. Jó van, tudjátok, hogy kapjátok be a fejem. Mi az, hogy ennyien vagytok? Uha. Az ugrás cancel-öli, úgy látszik. Már törli a gyógyító mozdulatot, ez érdekes. Aj, még jó sok alga, basszus. De most nem ezért jöttünk, visszamegyünk az Excaliburnak a tervrajzáját. Elvileg ott van a hulla alatt, amiből kihúztuk a kardot. Gyerekek, nekem olyan szinten nem rémlik, hogy az valami fenomenális. Jó lenne, ha el tudnék oda húkolni, és akkor nem kéne ennyit úsznom.
De nem lehet sajnos. Úgyhogy menjünk tovább. Kérem, az a fránya Air Strike cuccos is. Az valamire nem erre van. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Egyébként lesz majd egy külvárosi rész is egyébként. Úgyhogy nem ez lesz az egyetlen pályaszakasz, mondom azt azoknak, akik esetlegesen nem ismerik még a játékot. Úgyhogy nem maradunk mindig ilyen közel a földszínhez, vagy földszinthez. Lesznek majd magasabb épületek, lesznek majd jó kis tériszonyt keltő dolgok, és itt van. Na nézzük, mibe kerül ezt. Blueprint Excalibur. Te jó szagú büdös úristen. Electronics 5. Plastik az nem vészes. Tinken 10. Metal parts 10. Bolter tissue. Na ez egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy csessze meg. Tehát ez szóval ez a kard rohadt erős, de ez a bolter tissue, látjátok, ez egy narancssárga, tehát egy ultra rare cucc. Ezt majd egy küldetés folyamán kell felszednünk Dr. Zerének, ugye a fekete bőrű dockingnak, akitől először kaptuk az antizin fröccsöt. És csak a bolterekből, ezekből a nagyon gyorsan iszkoló éjszakai lényekből lehet szerezni. Majd később meglátjátok. Ez rohadt drága egyetlen egy kardhoz, amivel összvisz hetet tudtok ütni. Ráadásul azt az 5 elektronikot felhasználhatjátok mondjuk 10 elektronikkel egy Airstrike-hoz, de hatékonyabb, mint az Excalibur. Mert nagyon-nagyon sok zombit ki lehet vele csinálni, ha jól használjátok, úgyhogy senkinek nem ajánlom. De szívetek joga, ha ennyire bejön a kard, csináljátok. És most már látjátok azt is, hogy mennyibe kerül. Hát jó drága. Ráadásul ugyanúgy 10 alkoholt is magával, mint a korek macsete, és a korek macsetét többször használhatjátok, és majdnem ugyanilyen erős. Na jó, ez meg volt, és akkor a következő küldetés az az lesz, kérem szépen. Szépen, ez egy éjszakai mission. Nem baj, mert idefönt van egy... pillanat. Odafönt van egy blueprint, amit meg akarok szerezni. Úgyhogy az lesz a következő missionünk. Föl kell menni ugye a hídnak a tetejére, és onnan kell kiszedni ezeket az UV égőket, UV lámpa égőket. Természetesen éjszaka, mert csak akkor látjuk, hogy melyik égő működik. Úgyhogy ez is egy izgi küldi lesz. Egyszer-kétszer belehaltam, amikor legelőször csináltam. Hát csak, inkább csak az ilyen szemétláda meglepetések miatt. Potyant, ugye? Igen, potyant, jól. Oké. Erre megyünk. Pillanat, türelmeteket kérem. Itt van az a rejtett barlang, azt hiszem. Aha. Itt van egy barlang, ahol lehet XP-t farmolni, hogyha nagyon szeretnétek. Gondoltam, megmutatom ezt is. Nem vagyok olyan egészen biztos, hogy ez-e az. Nem. Ez bevezet a... Aha. Ez átvezet ide a safe zone-ba. Ez nem az. Van egy másik is. Oh, crane please. Jól van. Szóval odafönt, ha minden igaz, van egy safe zone. Most azt a safe zone-t megnyitjuk, illetve fölmegyünk és ott alszunk, akkor onnan sokkal, de sokkal könnyebben... hogy ezeket nem lehet lootolni, jó. Sokkal könnyebben lehet majd eljutni azokig az égőkig, és nem kell olyan nagy területet bejárni éjszaka. Ráadásul a híd elég szűkös, és lesznek ott volatile-ok, tehát elég macerásabb nézelés. Hű, heavy blacksmith sledgehammer. Az már kalapács. Úgy egy egész jó kis kard. Tudjátok, mire emlékeztet ez a kard? A Dishonored-ből a rendfenntartóknak a kardjára. Nagyon komoly. Úgy de jó kukri macsete. No. Akarom. Most. Shit. Majd később. Itt kell hozzá néhány level. Szóval. Ha minden igaz, akkor oda megyünk föl. Ott van fönt a blueprint, azon a piláron. Azt tudom. De ott a leszakadt részen is emlékszek valamire, csak nem tudom megmondani, mire. Na mindegy, szétnézzünk, az a lényeg. Innen ki kell mennünk a safe zone-ba, mert innen nem tudok felkapaszkodni sehol. Mindjárt megoldjuk. Okay. Na, már is köpköd rám az időt. Ilyenkor safe space-t nyomba. Hogy az anyádba... Na jó, mennyit ezt csinálok.
Fölszellek. Te rohadék. Hát röptönbe eltalál, hát ez milyen trágya már. Rohadt pontosan tudsz célozni, ahhoz képest, hogy csak csulázol egyet, tesó. Oda elvileg föl kéne, hogy úgy. Opti. Oké, most egy kicsit megállt bennem az ütő. Gondoltam leesek. Na háj! Evibudi. De sokan vagytok. Ráadásul van itt bum-bumtól kezdve minden. Hello! Bocsánat, itt megyek át. Fölmegyünk. Följutunk egyben, rendben leszünk. Fölgyújtunk néhány zombit, XP vége. Ups, valami felrobbant. Oké, haladjunk. Ha jól tévedek, azon a piláron is föl lehet szaladni. Mármint ezen a merevítőn. Jaj, basszus. Lássunk hozzá. Oh, fuck! Azt a rohadt! Ez mi volt? Ez mi volt? Mennyi XP-t buktam? Túl sokat. Oké, első probléma az volt, hogy nem engedte kiválasztani a húkot. A második probléma az volt, miután észrevettem, most így megpróbálom fölbontani darabokra, hogy mi történt ebben a 3/10 másodpercben, ami történt. Tehát először is nem engedte kiválasztani a húkot. Gondoltam, semmi gond, akkor lefelé nézek és megpróbálom becélozni a vizet. Nem engedett irányt változtatni. Már megint. És most ez nem a D-gomb miatt van, egyszerűen a játék nem engedett irányt változtatni. Egy helybe álltam és semmit nem tudtam magamon kormányozni. Hát ez van. Na, megpróbáljuk még egyszer ezt a merevítőt. Mennie kéne, mert mintha vagy azon jöttem le, vagy azon mentem föl. Nem tudom a kettő közül melyik történt. Nem teljesen mindegy. Oké, felszaladunk, mert jön utánunk egy speedy. Mindjárt rendezzük. Gyere föl! Na, megpróbáljuk még egyszer, egy kicsit óvatosabban. De most miért? Oké, tehát nem lehet. Jó, oké, én úgy emlékeztem, hogy lehet, de akkor ezek szerint lefele jöttem, és nem fölfele mentem. Nem baj, semmi gond, akkor fölmegyünk a hivatalos feljáraton. Ez kicsit cinkes volt. Mindjárt meg lesz ez a combat upgrade. Crane, Jafar here. About the dynamite you brought. Igen. We've got an idea to help with. Júj. Drop by as soon as you can. Okay. Na szóval ide kéne fölmennünk. Ez a valamelyik bejáraton keresztül. Vagy... Fölkapaszkodunk itt. Nice. Ezzel már is átidaltunk egy kisebb-nagyobb problémát. A második probléma viszont az, hogy nyílik az ajtó. Háj. Baj. Próbálkozunk. És ez volt az, amit mondtam. És nem engedte használni a hookot megint. Ez most komoly. Pedig direkt megvártam, hogy föltöltsön a második. Fú, gyerekek. Erre már nem is mondok semmit. Halljál meg rohadt gyorsan. És azt azért nem értem, azért frusztrál ez az egész, mert ugyanezzel a módszerrel mentem föl legelőször is. Ugyanezzel a freaking módszerrel. Persze, ez a fejemre. Miközben lángolunk helyre. Jó szagú úristen. Az előbb ugyanígy ugrottunk föl. Ne jöjj meg, játék. Többször kérlek. Na jó, akkor megyünk az originál úton. Amit a játék is akart, úgy látszik rohadtul erősen, mert másképp semmiképp nem akar minket felengedni. Pedig örültem, hogy ez egy gyors küldetés lesz, nem fogunk vele sokat szívni. Hát nem. Roninnak nem jár a keksz.
Hagyjatok békén, bögök. Ugye leállok itt célba, lövöldözünk. Ez az ajtó zárva. Zárva. Jajjaj! Halló mindenki! Ugye föl kéne mászni eredetileg a oldalán. Tudjátok mit? Nézzünk át a leszakadt hídra először. Ott is van valami, ha jól emlékszem. Azt hiszem, hogy ilyen miniatűr military camp, ha jól emlékszem. Hű! Meg egy csomó ombi. Nem tudom, hallottátok-e, hogy kattingattam, mint egy őrült. Jó, a játék most hivatalosan is azt mondja nekem, minden téren, hogy fuck you. És nem tudom, hogy mivel érdemeltem ezt ki. De kajak, tehát így eddig semmi, de semmi nem működött azokból, amit eddig használtam folyamatosan. Na jó, akkor marad az originál verzió. Hát tényleg úgy kell fölmennünk, hogy a játék akarja, pedig esküszöm, nem így mentem föl. Most egyfajtában azon gondolkodom, hogy mi a probléma. Tehát, hogy miért, most miért nem, mikor eddig igen. És ha már itt vagyunk, akkor osszuk el a pontokat mérgünkbe. Agility. Tackle az nem kell, visszafele nézésnek semmi értelme az éget világon. Na itt a freerunning expert, köszönöm szépen. Mostantól nem fog elfogyni a staminánk rohangálás közben. Hála a jó égnek. És akkor jöhet a combat expert is nekünk. Thank you very much. Kiexpertáltuk magunkat, azt még sehol nem vagyunk a sztoriba. Ez egy kis örömködésre adott. Na most harmadjára fogjuk megmászni a hidat. Én már tényleg nem tudom, mi a retek van. Okay. Miért van a két puska a kezedben? Akkor az előbb még a macsete volt. Oké. Okay. Ah, gyerekek. Menjünk. Aha. Mert egy ilyen lakad biztos pont túlélni. Várjatok. Jó. Oké. Hoppá. Wait, what? Oké, betöltött a horog. Szerintem ez egy változtatás. Most láthatjátok, hogy miközben piros volt a kampó, nem engedte még egyszer elsütni. Hopp, odakint zombik vannak, akkor nem megyünk ki. Nem engedte még egyszer kilőni a kampót, pedig annó ezt engedte, csak fönnállt a veszélye, hogy elszakad. De úgy látszik, ez azóta megváltozott. Sorry a téves információkért, én nem tudom, hogy ez miért így van most. Oda kéne átmennünk? Hogy volt? Akkor menjünk tovább itt. Jaj, mi volt ez a frame drop? A külső peremen is lehet mászni. Pont vannak olyan mélyedések itt a vasbeton cölöpökben, hogy lehessen. De én jobb szeretek így feljönni. Ugye most még... Ó, persze. Felrobbant. Most gondolom megállt néhányatokba az ütőmi. Emlékeztem a kis rohadékra, csak arra nem, hogy melyik emeletem van. Benne a száját. Próbáltam lerúgni, de nem engedte. Neki futni meg nem akartam, mert attól féltem, hogy én is lepottyanok. Itt nem tudtunk egyébként az imént följönni. Na és akkor még följebb kéne másztunk egy cseppet a blueprintért. Már is megyünk. Itt kell majd a égőket leszedegetni, csak hát ugye meg kell várni az estét. Azt mondja, hogy menjünk itt. Ezekre a kis mélyedésekre gondoltam. Körbe. Ha jól emlékszem, így is van. Föl! Föl! Föl!
Crane kurva jó erőve van egyébként, hogy így föl tudja dobálni magát, már elnézést a profán kifejezésért, de ehhez annyi erő kell, basszus. Még akkor is az... Ohoho, no. Még akkor is, hogy az ember fit és minden nap tornászik, akkor is ez. Az, hogy így két kézzel föllögd magad egy 80 kilós embernek, hát... Kell kakaó. Oda kéne átmennünk. Természetesen futva, mert hogy máshogy rohangálnánk 150 méter magasan. Most szopadsz, ugye? Hol hullik? A airdropot nézem egyébként. Ti láttátok, hogy hol hullott? I don't fucking know. Oké, mindegy, úgysem mennék le érte most innen. Pillanat, türelmet. Oda kéne fölkampózni. De nem akarok fönnakadni, hogy inkább megyek a normál úton. De meg legalább megmutatom, hogy hogy kell itt fölmenni. Viszonylag biztonságosan, bár elég furán hangzik ez az én számból azok után, hogy háromszor elpatkoltam egy semmiségen. Látok már... Nem lesz ez így jó. Nem lesz ez így jó, pedig úgy emlékeztem, erre kell menni. Ja, itt a safe zone egyébként, itt lehet aludni nyugodtan. Hát akkor... Ja igen, és itt nem engedi a kampot használni. Ha. Nagyon jó. Akkor csak egy ilyen picike kis ugrá... Te jó ég! Picike kis ugrásra használjuk a dolgot. Ha és onnan. Már is rögtön. Megvárom azért. Biztonság kedvére, hogy fölcsörlőzi. Na. Játék. Mi az anyád van? Itt egyébként föl lehet akrobatikázni, csak hát láttátok, hogy eléggé veszélyes mutatvány. Már másztunk egy csomót, kaptunk érte achievementet is megint. És innen, hogy arra. Aha. Megvagyunk, gyerekek. Már csak ki kell kapaszkodnunk innen. És itt is van a blueprint. Surprise motherfuckers. Az egyik legjobb szerintem játékban, legalábbis a neve biztosan. Nem, másik, bocsánat. Meg kell átkúszni, csúszni. Bár nem tudom, minek jövök ide, nem emlékszem, hogy van-e itt valami. Nem nyílik. Ó, egy hard doboz. Na, ezért megérte átcsusszanni. Mindjárt megnézzük, mit tartogat a blueprint. Csak először felszedünk egy nagyon gagyi iron picket, meg egy pavist. Na, szóval, blueprints. Látjátok, ez a második lila. Ezt jóformán mindenre föl lehet tenni. Láthatjátok. Kicsi elektromos és kicsi mérgező sebzést oszt. Egész jó. Amíg nincs meg a valamilyen angelos cucc, addig ez bőven jó lesz. Jé, itt egy izé videó. Flag. Ezekből nem is gyűjtöttem szinte sohasem ennyit. Nem tudom, hogy jár-e érte valami egyébként. Na, space. Na most lemegyünk, szundítunk egyet estig. Jaj, basszus. Szundítunk egyet estig. És utána felszedjük ezeket az égőket. Aztán bármilyen égő, megvárjuk a reggelt. És úgy megyünk majd le. Jaj, megint beestem ide a izébe. Oké. Okay. Jó. Wait until night. Köszönjük szépen. Hú, hát ez a hídmászás, ez most nem volt az én muzsikám. De azért nagy nehezen összejött. Mondjuk arra a robbanós kikerülésre, arra büszke vagyok most. Szóval... Áú, igen, ja igen, itt van egy kis elektronyos harag. Kikapjátok bele az égőt, akkor már csak szikrázik és cseszekszik velünk. Áú. Mennyire van? Ja, all the bulbs. Oké, tehát mindegyiket össze kell szednünk. Azok közül, amelyik működik. Hát akkor megyünk erre is. Mászkálna itt a talaj láma az. Tolunk egy gyógyítást, mert megtehetjük. És mert nem akarok ezen elbukni. Áú. Szerintem egy ekkora teljesítményű égő azért nem így rázna minket, hogy jaj, de csíp. Hanem úgy, hogy és leesnénk. Tehát így.
agyon vágna minket se perc alatt. Igen. És a következő. Hol a többi? Vagy... Van még? Ó, egy sorra lejjebb. Ja. Oké. Hoppá, ezt elfelejtettem. Note. Az a baj, hogy itt leugrok, az rohadtul fog fájni. Egyrészt. Nem tudom, hogy engedi-e majd használni a grappling hookot. Esés közben. Azaz. Zsír. Valahogy így terveztem. Itt nem lehet kimenni. Ott viszont már igen. Whee! És itt van a következő sor égő. Hát is kikapkodjuk hirtelen. Áú! Tudom, hogy ijesztő az, hogy ráz minket az áram, de nem szabad sietni, mert tengelyélen táncolunk, láthatjátok. Inkább beszítsétek el azt a pár HP-t, és gyógyítsátok föl magatokat újra, de az rohadt veszélyes, hogy elkezdtek ugrabugrálni, meg hirtelen rohangálni. Én nagyon megijedtem először, és le is estem, de szerencsére a grappling az megmentett. Úgyhogy túléltem, de megtanultam a leckét. Az éjszaka meg elég hosszú ahhoz, hogy... Ott az erdő. És ez valahol ide esett a környékre. Na, ezt viszont felszedjük, ha úgy adódik. Nem látom a jelzést. Na, most látom a jelzést. Valószínűleg vízbe esett. Jó, tolunk egy gyógyítást. Nem látom. Az a baj, hogy én nem tudok kiugrani a víz felé. Húha! Hú! Oké, most körülbelül egy 2 méteres víz mentette meg az írhánkat. Azt a betyár mindenit. Azt hittem, szét fogok kenődni. Nem ugrottam ugye, hanem csak lesétáltam, mert féltem, hogy fönnakadok azon a tartó pilléren. De sikerült, megúsztuk. És itt van a airdrop is a közelben, úgyhogy felszedjük ezt is gyorsan. Ugye éjszaka van, tehát nem fognak érte jönni Rice emberei, mert beszarik. Betolik. Ugye miénk lesz valószínűleg. Na igaz, azt mondtam, hogy megvárom a hajnal, de ne, minek? Egész jól el tudunk manőverezni most már, hogy megvan a grappling. Már látom a piros fényt. Várjátok, ez nem is az. Ez itt van a víz alatt. Jaj, de jó! A víz alattikat szeretem, azokat mindig könnyebb felszedni. Ott nincsen ombi, ki keresztbe tehet nekünk. Egy-két volatály mászkál itt a környéken, de egyáltalán nem vészes. Tudjátok, srácok, a hideg vér mindig. Ezt egyébként abszolút a játékokból tanultam meg, hogyha a legkritikusabb helyzetekben képesek vagytok meg őrizni a hidegvéreteket, akkor az már fél győzelem. Rengeteg dolgot lehet egyébként a videójátékokból tanulni, és ezt nagyon-nagyon sokan nem hajlandók elismerni. És ez azért egy kicsit vicces. Oké. Okay. Na, pillanat, gyorsan megszerelem a D-betűt. Oké, okay, mixi. És akkor szerintem elmegyünk... Ja, ide visszamegyünk a... Safe Zone-ba. És megvárjuk a hajnalt. Már nem hiszem, hogy volatályokkal fogunk találkozni, de azért nem nyomom ki a videót. Bármikor, bármi megtörténhet. Ebben a két halálra se számítottam egyébként. Meg kell, hogy mondjam az őszintét. Oké. Itt megnézzük a shopot, aztán tényleg megvárjuk a reggelt. Van egy jó? Hello. Ez a hatchet, ez jó pofa. Megint van itt egy Crookly Knife, nagyon akarja, megvegyük. Hunter's Machete, ez is nagyon jónak tűnik, de kék. És ezúttal jobbat akarok, mint kék. Lilára és narancsárgára vagyok hajlandó költeni semmi másra. Jó. Hát akkor az egyelőre ennyi. Opp, várjatok! Fluorescent Mushroomért tök sokat fizet a srác. Van, ennyi van nekünk abból. Szóval adjunk el belőle 33-at. És akkor... Tök jó, kaptunk egy csomó lóvét. Heh!
Franco. Na, jó, és akkor itt megvárjuk szépen a hajnalt. Összekevertem a szezont a fazonnal, ez nem az a hely, ahol lehet aludni. Ez az a hely, ahol lehet aludni, úgyhogy sorry. Helymódosítás következik. Jaj. Helye, húja. Közben vetettem egy pillantást az Airstrike Locationre. Már tudom, hogy miért nem emlékszem a helyére, hogy hol található. Ez kérem szépen azért lehet, mert ez majd az antennás térképen lesz rajta. Nem ezen. Úgyhogy föl fogjuk szedni, ne aggódjatok, de jelenleg nem tudjuk, mert nem azon a mapon vagyunk. Az majd egy külön kisebb térképen lesz, de mindenféleképpen összeszedjük, ne aggódjatok. Nem is emlékeztem egyébként, hogy azon van. Még ez nem újdonság, én nagyon-nagyon sok mindenre nem emlékszem sajnos. Az a fránya memória leak. Mi ez a dupla becsúszás, gyerekek? Hello. Remélem, a C-gombom nem akar meghalni. Még két nap van a új klaviatúráig. Liza bírt ki. Jaj. Látjuk a safe zone. De itt nem engedett aludni, basszus. Ez bullshit. Menjünk valamelyre. Ez a Jade, ez a főküldetés, itt van a Tolga. Ez mi ez? Ó, Alfinak vissza kell vinnia. Oké, vigyük vissza Alfinak a buborékokat. Egy kis éjszakai futkosás csak nem várt meg nekünk, ugye? Ugye. Gyönyörű szép viharos idő, éppen aktuális. Most itthon is szakadt. Nagyon jó volt. Appácska. Kicsit zsúfolt az utca. Halló mindenki. Oké, okay, jumpy jump. Fal túloldalán ott van a izé. Wally baby. Taurus olaj. Yes. Beépített reklám, és itt vagyunk. Ó, itt van egy ideiglenes bolt. Nyár beszélünk az emberkénkkel. Climber pick narancssárga. Jó a damage. És itt egy panga macsete. Ez sem tűnik rossznak. És itt a Deadly Blade. Júú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 ú
hallgató, komolyan 15-ös rankon meg eléred, akkor már is megveheted. Nagyon jó. Na, hát egy újabb kis szerelés következik. Oké. Működőképes. Szólítsunk egyet, ha már van rá lehetőségünk. Ilyenkor ugye földolgozza a megkapott XP-t, az éjszaka megkapott XP-t. És azt beadagolja nekünk szépen. Így is van, 6207. Hát visszajött, amit elvesztettünk, úgyhogy aggodalomra ok nincs. Így is van. Szállják, kismadár. Felszerek néhány virágot, mert majd készítek kamerán kívül néni medikitet. Ugye tudjátok, hogy Marknak köszönhetően már is megtaláltuk a gyógyító virágos medikit blueprintjét. Oké. Okay. Jöjj, valaki jön mögöttünk. Nyomtam a space-t! Fuck you. Az micsoda, mikor is félreüti a hacsetét? Érdekes. Lekaszáltunk mindenkit a francba. Gyerünk vissza Alfihoz. Nagyon jó, Speedy. Nagyon frankon meg lehet állni egyébként a kerítés tetején. Mint azon rohadt egyszerű volna. Az ilyen magányos zombikat meg amúgy is érdemes levadászni. Egy kis ingyen XP, ráadásul közben meg se lephetnek a többiek, bár... Láttam már rá példát, hogy megjelent mögöttem egy kisebb tucat hulla. Big boy! Szervusz, testvér! Mi? Ingyen XP. Oké, okay, falhoz vágtuk szerencsétlen, pedig nem állt szándékomban. Oké. Okay. Van egy rendőr autó őrizetlenül? Hát az, hogy őrizetlen, az egy kicsit túlzás. Na, V.
Kenjünk magunkra egy kis ketchupot. Jaj, nem már ez nem is. Azt hittem, hogy nyitható, basszus. Ugye, megtámadjuk őket, akkor természetesen azonnal grebelnek, mert ezt így kell. De mindegy, lejárulunk a kamuflás, úgyhogy onnantól kezdve már csak zavaró tényező ez a hosszat előttünk, mögöttünk. Oké. Okay. Most már csak azért is írtak itt mindenkit. De... No. No. De jó. Közben kiszerem a hajamat a szememből. Oh, oh! Yes! Assassin's Creed! Te kinek integetsz? Tudom, itt egy médium láda, de mindegy, szerezzük. Innen. Ez most ja, azt hiszem, hogy ez megesés. Ujjjj! Jó, akkor hagyjuk a picsában, fölrobban, most oda fogja hívni még tolnált baranyát, és aaaah, sokan vagytok! Out! Out! Autos, please! Köszönöm! Ajaj! Ajaj! Kirobbantam, újság! Hello! És bye-bye! Rendőrautó csomagtartó már nyitva, egy random event. Meg kell mentenünk egy balfaszt, a halott balfaszoktól. Oké? Okay. Igen. Igen, jól látjuk. Azt a zombit most így speciál félbevágtuk hosszába. Köszönjük a lóvét. Már ezért a látványért megértette, jó ég. Azt hittem, hogy ezt csak kétkezes fegyverrel lehet elérni. Mamma mia. Oh. Szeretem ezt a játékot, mondtam már. Föld körüli pálya! What? Ezt nem egészen így terveztem. Hagyja meg én. Nem fogsz meg. Nem. Nem bántok lenni. Ha! Nagyon jól nyomja a csávó, csak az a baj, hogy... Nem arra gultam, erre nyomom. No. Ne grebbeljetek már, ennyit az Isten áldjon meg titeket. Miért kell mindenkinek a fülcimpám? Oké, megint becsúszott, nem tudom mi van a cégom. Nincs sem baj a cégom, mama. Miért csúszkál be a srác ennyi? Semmi extra. Upszi. Oké. De rég voltunk már megint a towerbe. Jajaj. Itt hosszú volt. Semmi gond, gurulósdi az még mindig megoldja. Jött egy takony. Hogy jó. Honnan a fangó? Onnan lentről. Ú, azt a mesterlövész néni kéret, azt. Nem is rossz XP szerzés az a lövöldözés. Hoppá! Ezért figyeljünk hátra fel, ugye? Ó. Megtagadom a fölmászást. Igen, meg kicsit hangos, tehát. De mondjuk, ha XP szerzés céljából lövöldöztök, akkor az meg pont jó, mert ugye oda csalja a többit is. Hoppá, ezt nem egészen így terveztem, de... is megfelel a céljaimnak. Oké, úgy látszik, hogy Speedy valahogy meglátott itt engem, pedig még én se látok innen. Gyere! Itt vagyok! Gyere papához! Ne mondod, hogy most meg elha... Leesett! Jó, oké, ez vicces volt. Halló? És még mindig nem találtunk zombit a szekrénybe. Bár most semmi más se. Speedy! Nyughass! Na, jó van, menjünk vissza a towerbe, adjuk le az égőket. Alfina. Haragukba rúgjunk szét egy-két rekeszt, mert ők nem tudnak visszaütni. Na, háj. Ja, meg leadjuk az airdropot is, amit este felszedtünk. Hello! Hello!
Nem tudom, miért adja ezeket a primitív pikkeket egyfolytában, annyira nem szeretem. Szép XP. Ha szorgalmasan gyűjtitek az airdropokat, akkor a halál az igazából nem oszt, nem szoroz. Láthatjátok, már sokszorosát visszaszedtük annak, amit elvesztettünk. Cleaver. A nagyon rövid a hatótáv, csak annyi a bajom. Camo Police Rifle. Na, a camo az mindig jó. 184, 75, 100. Nézzük az enyémet. Ugyanaz, csak az egyik kamó, a másik nem kamó. Ami azt jelenti, hogy én ezt lecserélem. Police Rifle adjuk is el, így van. Csak amiatt, mert festés van rajta. És ez most halál komoly. Csak a festés miatt. Hogy néz ki? Mert itt nem tudom elővenni. Shit. Most csak azért is kimegyek és megnézem. Ennyi jár nekem. Azok után, hogy kétszer fejest ugratom a betonkockákba a hídról. Nekem kell egy kamuflázsos. Jaj, de menő! Bár azt hittem, hogy városi kamuflázs lesz rajta, mert Police Rifle, nem pedig military, de jó, jól néz ki, tetszik. Már megérte az a 8000. Úgyis van 80 ezerünk, és amúgy sem fogjuk semmire se költünk, mert nem lehet modokat venni. Legalábbis én még nem találtam olyan helyet, ahol modokat lehetett volna venni nagy tételbe. Pedig ha lehetne, akkor most beruháznék egy csomó kingre. De nincs. Úgyhogy eladjuk ezt is, azt is. Hogy nagyjából ennyit van, egy csomó cím. Tehát ha még kéne pénz, akkor még itt van letétbe ez a sok nyavaja. Bőven jól fog jönni. Fluorescent Shroom még mindig vennének tőlünk. Egyelőre maradunk ennél. Na! Szóval, Alfi, merre vagy, barátocskám? Hoztam neked néhány égőt. You need something? Get in line. We're already swamped. I brought you something to brighten your mood. My lights! You got the bridge lights? How? No, never mind how. None of my business. And none of Brecken's either. You just tell him you found him in a shoebox. You're my ace new partner, Crane. I'm gonna take care of you. Köszi, Pajtás. Tomorrow night, we're gonna be a lot more secure. Na, zsír. Nem túl jövedelmező küldetés, de megadta az 5000 XP-t, ami azért nem rossz. Quests! Oké, mindig el kell mennünk Jafarhoz. A Binoculars hol van? Ugye távcsövet kéne találnunk elvileg. De hol? Erre nem emlékszem. Jó, hát már csak a főküldi van hátra, meg ugye Jafarnak a placca. Meg a Duels. Az hol van? Az valahol nagyon nem itt mi. Ez volt a Leander. Ez volt a Herb, az volt a Toxic Lichen. A Duels az hol a francban van? Valahol itt, ugye? Aha, a tónál. Jó, akkor oda nem, viszont elmegyünk Jafar Place-re előbb. Oké, már megyünk is. Odáig még elszaladunk, aztán meglátjuk, hogy mit ajánl nekünk Tolga és Fatim. Ugye ott van a két ikerpár, illetve egy ikerpár, mert egy pár az kettő. Ronin, számolj, tudod. És meglátjuk, hogy mit tartogat számunkra. Előre szólok, néha el fog borulni az agyam ennél a két idiótánál, mert felettébb idegesítő, mikor az embert majomnak nézik. Oh. Shit. Oké. Okay. Nem tudom, miből készültek ezek a kampók, meg hogy milyen jobb karizma van Crane-nek, de hell, én is akarok egyet. Viág. Csak a medikit végett. Amíg nem lesz egy 50 medikit a tarsolyba, én nem leszek boldog. Én a kis horder. Tarariririri, itt haladok át, sziasztok! Szia, papapapapapá, ma itt se vagyok. Még a hulláján is keresztül tudtam vautozni. Ezért bosszantó az, mikor nyomja az ember, mint a güzű, és nem hajlandó bevenni a játék. Szia! Most meg, ha kell, ha nem betolja. Bocsánat, itt se vagyok. Jaj, várjatok már, hol kell bemászni. És itt van a kétekör. Fatin és Tolga. Gyönyörű. Are you Tolga and Fatin? Yes. How did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy?
too heavy for you, Simian Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Well, hooks, obviously. Okay, that's sushi. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human craniocogitator is capable of understanding. And don't try to figure out what it is. Oh, heavens, no! You'd give yourself an aneurysm. Szóval, a városban nagyon nehéz cuccost akarnak mozgatni ezeken a ziplinokon, amiken mi is csúszkálunk, és néhány horgot kell nekik szereznünk ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni. Miközben két mondat alatt úgy lenéztek minket, mintha három IQ-unk lenne. Ők pedig pont olyan értelmesnek néznek ki, mint két, nem is tudom. Nem akarok majmot mondani, mert az degradáló lenne a majmokra nézve. Na mindegy. A lényeg az, hogy... Hey, Crane! We've got a job for you. Igen. Crane, that dynamite of yours. Igen, van dinamit. I'm making it into an anti-personnel bomb. It will mow down the infected like a harvester. I'm going to combine it with firecrackers and a load of shrapnel, but... Ez jól hangzik. Kombinálja a dinamitunkat egy szilánk vetővel, meg egy anyagajával, egy ilyen petárdával. Az oda fogja csalni a zombikat, és mikor lejár a petárda, ugye pattogás, akkor fölrobban, és akkor szétszórja a srapneleket mindenfelé, és ez kinyílja a zombikat. Jól hangzik. Find a truck battery. Oké. Nézzük, van-e még itt valami. Oh, itt a blueprint. Amit itt hagytunk ugye akkor, köszönöm szépen az informationt. Jó. Jafar nem ad nekünk semmit. Itt ha jól emlékszem, jó, de van volt. Csak azt nem látom, hogy hol. Ja, arrébb, igen, a marketplace-en. Jaj! Virág. Mindenütt virág. De még beugrunk gyorsan. Hello, Machete! Kamo Military! Csak kisebbet sebez, mint a miénk, az a baj. Tehát Kamo Police 184-75... 100? Kamo Military 154-75-100. Aha, jó, tehát a pontossága is, meg a tűzereje is kisebb a katonasági puskának, mint a rendőrségének. Ezt én nem vagyok képes felfogni. Oké, ez a Hunter's Machete, ez nagyon birizgálja a fantáziámat. 226-ot sebez. Úristen, majdnem többet sebez, mint a fölpimpelt, fölfejlesztett tantunk. Gimme. Nem tudom, megvegyem vagy várjak még. Elég jó az a másik is, az az igazság. De ez már végre igazi macsetének néz ki. Szerintem megvesszük. Köszönöm szépen, ezt eladjuk, köszönöm szépen. És akkor meglátjuk az új fegyverünket, hogy mit is tud. Szóval, Hunter's Machete. Nyomunk rá egy upgrade-et. Méghozzá... Damage and Handling? Jól hangzik. Kinget biztos nem, azt majd szamuráj kardokba fogjuk pakolni. Knight. Tegyünk bele egy Knight-ot, tegyünk bele... Brawlert. Tegyünk bele egy Bruisert. Jól hangzik, de nincsen durability damage. Handling damage van csak. Handling durability. Jó, legyen akkor handling durability. Egy. Confirm. Megvan az új macsetünk. Úgy, és még pakolunk rá valami craftot is. Zombie Classic. Medium Electric. Teljesen jól hangzik szerintem. Small. Zombie Classic. Így is van. Egy elektromos fegyver szolgálatra készen. Na, ezt még mindenféleképpen kipróbáljuk egyszer. Ez egészen biztos. Anélkül én nem megyek lefeküdni aludni. Hoppá. Random event. Tökéletes alkalom. Oh shit, vagy mégse. Is that all? Can you cut us free?
I was sure that was it for us. I don't even know. Jól van. I can't imagine what those bastards would have done to us. Van itt minden. I'm just grateful I'm still alive. Volt még egy. Oké. Don't even try to get closer. Na nézzük, hogy muzsikál a macsete. Spiri, Jézus Mária. Te jó ég. Te jó ég. Te jó ég. Oké, new favorit. Jesus. Úgy viszi a fejeket, mint kés a vajat. Na, legtöbb esetben. Jó. Na, szuper. Hát akkor megvan az új fegyverünk. Oké, srácok, hát ennyi fért bele a mai epizódban, remélem, hogy tetszett, amit láttatok. Volt egy kis bénázás, de azért végén csak sikerült a küldetés, és még a pontokat is sikerült visszaszerezni azokból, amiket elveszettünk, sőt, még meg is dupláztuk, vagy akár tripláztuk. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok. Sziasztok!